Ünnepelünk. Lehetne más is a neve, de talán nem véletlen, hogy erre a névre esett a választás. Az apropó megvolt. A Szlovákia és Magyarország között a Dunán átívelő a II. Világháborúban lerombolt, és a 2001-ben újjáépített Mária Valériai híd átadásáról emlékezünk meg évről évre. Mégsem Mária Valériai napok, avatásnapja vagy valami egészen más lett az ünnepteve. A hídra esett a választás. A hídra, amely összeköti, közelebb hozza, egyesíti a két partot. A hídra, amely a fizikai, szellemi, kulturális távolság felett a készfogást, megértést, az összetartást jelképezi. Az Esztergom Párkány hídünnepet a két város rendezi, de nem csak nekik, nem csak róluk szól. A hídünnep méltó alkalom arra is, hogy még szorosabbra fonjuk a baráti szálakat, sokoldalú kapcsolatot alakítsunk ki testvérvárosainkkal, és aktívabbá tegyük részvételünket az európai integráció folyamatában. Kedves vendégeink! Az Ősi Várban most egy fiatal együttes produkcióját láthatják. Fogadják szeretettel az előbb már látott Ciklontánc együttes zumba bemutatóját.
Köszönjük a Ciklon Tánc Együttes produkcióját! Most pedig Tétényi Éva, Esztergom város polgármestere mondja el üdvözlő beszédét. Szeretettel köszöntöm minden megjelent kedves vendégünket, különösen a testvérvárosokból érkező vendégeinket. Ezen az ünnepen a sport, és ahogy látták, az a friss női energia, remélem, hogy a férfiaknak örömet okoz, és minket arra sarkal, hogy a világot és saját magunkat egy kicsit másképp lássuk. És mindaz, amit a sportból tanulhatunk, hogy itt nincsenek nyelvi akadályok, nincsenek olyan problémák, amit a mindennapjainkban megélünk, az a kitartás és az az elhatározottság legyen példa számunkra. Így aztán kívánunk mindnyájunknak egy mai szép délelőttöt, és kedves vendégeinknek jó itt tartózkodást Esztergomba. Isten hozta itthon Önöket! Kedves vendégeink! Most Turovó polgármesterének, az Istergránum Euróregió elnökének, Jan Orevec úrnak a köszöntőjét hallhatják. Jó napot kívánok én is mindenkinek! Guten Tag, Alem! Tisztelt polgármesteresszony, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim! Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte deutsche Gäste! Oké. Engedjék meg, hogy a Duna túloldaláról hozzam át pár emberek üdvözletét. A hídnapok komoly ünnepség úgy nálunk, mint Esztergomban. Ich möchte jetzt die Grüße auch von der anderen Seite der Donau aus Parkheim hier vermitteln. Für uns ist das Brückenfest auch genauso ein großes Fest wie hier in Esztergom. A hídnapokat nem csak nálunk várják az emberek, hanem testvértelepüléseinken is, akik mindig érdeklődnek, mikor lesznek a hídnapok és mikor jöhetnek el hozzánk. Tehát a Mária Valéria híd nem csak reális kapocs Párkány és Esztergom között, hanem egy eszmei kapocs a mi testvérvárosainkkal, mert mindig ebből az apropóból jövünk össze Párkányban, és ez a híd eszmeileg és összekapcsol minket. És nagy öröm számunkra, hogy a testvérvárosi vendégek viszik hírét ennek a hídnek, és a hídnek a híre így terjed Olaszországban, Romániában, Szerbiában, Csehországban, Lengyelországban. Mink a hídünnepet már múlt héten elkezdtük, most nagy örömünkre Esztergomban folytatódik, én azt kívánom mindenkinek, hogy találja meg a megfelelő szórakozást ez alatt a három nap alatt. A polgármester asszony úgy néz ki, jól intézkedett, és a idő jó lesz, úgyhogy ez még egy plusz. Tehát mindenkinek kellemes ittlétet és szép emlékeket kívánok az idei hídnapokról. Köszönöm szépen! Bár egészen más, nem fizikai jellegű híd köti össze Ehingent és Esztergomot, mégis 20 év óta az egyik olyan testvérvárosunk, amelynek részvétele az életünkben kézzelfogható. Az, hogy ez így alakulhatott, jelentős szerepe volt dr. Wolf Broska úrnak, az Ehingeni Baráti Társaság egyik alapítójának és azóta is aktív tagjának. A sok-sok szervezkedés és utazás olyan komoly szellemi és fizikai teljesítményt akar, amely, ha úgy vesszük, akár még egy olimpiai éremmel is felér. A júniusban Ehingenben megtartott 20 éves évfordulón Esztergom város tiszteletbeli polgár címet adományozott a fáradhatatlan és örök ifjú dr. Wolf Broskának, Farkas Jánosnak, aki kevés szabad idejében magyarul tanul. Megkérem dr. Broskát, hogy fáradjon ide és mondja el köszöntőjét. Tisztelt Tétényi Éva, polgármester asszony, kedves Éva, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt esztergomi képviselő testület. Szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy ilyen sokan együtt ünnepelhetünk ma itt a híd ünnepen. Ami is sokszínű Európánkat idézik az itt jelen levő magyarok, szlovákok, franciák és németek. Es ist für mich eine große Ehre, heute hier sprechen zu dürfen. Ich spreche auch im Namen unseres Oberbürgermeisters Alexander Baumann,
den viele von Ihnen in Ehingen kennengelernt haben bei unserem großen Fest. Wir beide haben die ganz besondere Freude, Ehrenbürger der Stadt Esztergom sein zu dürfen, und dafür danken wir Ihnen ganz herzlich. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt ezen az ünnepen szólhatok Önökhöz. Nem csak a magam nevében szólok, hanem főpolgármesterünk Alexander Bauben nevében is, akit sokan Önök közül Ehingenben megismertek. Mindketten örömünket szeretnénk kifejezni azért a megtiszteltetésért, hogy ennek a városnak díszpolgárai lehetünk, köszönet érte mindnyájuknak. Bei unserem Fest in Ehingen haben wir die gemeinsame Idee geboren, dass die verschiedenen Partnerstädte Esztergoms auch untereinander Kontakt pflegen sollten. Dieser Gedanke bietet sich bei einem Brückenfest sehr gut an. Die Brücke über die Donau soll ein Symbol auch für die Brücke zwischen den Bürgern sein. So werden wir morgen an den Mini-Olympischen Spielen teilnehmen und uns dabei kennenlernen, die Ungarn, die Slowaken, die Franzosen und die Deutschen. Az Ehingeni jubileumi ünnepségen jutottunk közösen arra a gondolatra, hogy Esztergom különböző testvérvárosai kapcsolatba lépjenek egymással. Ez a gondolat különösen aktuális egy hídünnepen. A Dunán átívelő híd képezzen hidat az emberek között is. Ennek jegyében veszünk részt holnap a mini olimpiai játékokon, hogy megismerjük egymást, mi németek, magyarok, szlovákok, franciák. Unser Ziel soll einfach sein, das Bewusstsein der Bürger für unser Europa zu wecken und zu erhalten. Ich habe am 1. Mai 2004 die Begeisterung der Ungarn in vielen Dörfern erlebt. Wir gehören jetzt wieder dazu, wir sind dabei. Célunk legyen, hogy felébresszük minden polgár tudatos érdeklődését Európa iránt, valamint, hogy ezt az érdeklődést meg is tartsuk. 2004. május 1-én sok faluban megéltem a magyarok lelkesedését, amikor azt mondták, most újra Európához tartozunk. Versuchen wir, diese Begeisterung von damals wieder zu beleben. Es lohnt sich. Europa soll wissen, dass Ungarn ein wichtiges Mitglied ist, immer schon gewesen. Bedenken Sie, unsere schöne Stadt Ehingen und die schöne Stadt Esztergom waren schon einmal Mitglieder desselben Staates an der Donau gelegen, auch Parkani. Próbáljuk meg az akkori lelkesedést újraéleszteni. Megéri. Hadd tudja meg Európa, hogy Magyarország fontos tagja Európának, mindig is az volt. Gondolják meg, hogy a mi szép városunk Ehingen és az Önök városa Esztergom már egyszer a történelem folyamán egy azon Dunamenti államhoz tartozott. Monarchiához. Die ungarische Konsulin Frau Kovini hat beim Fest in Ehingen gesagt, wir jungen Leute, sie sprach an sich, wussten sehr viel über euch im Westen, aber ihr habt über uns so ziemlich gar nichts gewusst. Das ist beschämend und muss schnell geändert werden. An dieser Stelle möchte ich meiner Frau Gudrun danken, die seit über 10 Jahren eine Bibliothek für ungarische Literatur in deutscher Sprache aufgebaut hat und dafür mit der ungarischen Verdienstmedaille Pro Cultura Hungarica ausgezeichnet wurde. A müncheni magyar konzulasszony az ehingeni jubileumi ünnepségen azt mondta, hogy mi magyar fiatalok sokat tudtunk rólatok, nyugat-európaiakról, de ti jóformán semmit rólunk. Ez szégyen, és ezt gyorsan meg kell változtatni. Itt szeretnék köszönetet mondani feleségemnek, Gudrunnak, aki több mint 10 éven keresztül épített föl egy könyvtárat német nyelven megjelent magyar irodalmi művekből, Magyar Irodalom Német Nyelven címmel, ezen munkájáért Pro Cultura Hungarica érdemrenddel tüntették ki. A mi hídunk nem egy irányú utca. Közlekedjünk rajta mindkét irányba. Hisz mindkét oldal megérdemli a kölcsönös gondolatváltást egymást megsegítését
és nagyra egy ülését. Így jön létre az a biztos fundamentum, amiről Székely Püspök úr Ehingenben beszélt. Köszönetet mondok mindannyájuknak tiszta szívből. Most pedig szintén egy díjazat következik. Szódáné Küketi Éva, az Esztergom Ehingen Baráti Társaság egyik alapítója, és bár visszavonult a társaság vezetésétől, a mai napig szoros kapcsolatot ápol ehingeni barátaival. A hosszú évek alatt végzett munkájáért szintén júniusban, a 20 éves évfordulós ünnepségen Ehingen főpolgármestere Alexander Baumann egy elmélkélemmel jutalmazta. Kérem Szódáné Küketi Évát, fáradjon a mikrofonhoz és mesélje el a két város 20 éves múltjának jelentősebb állomásait. Szeretettel köszöntöm az itt megjelent magasrangú vendégeket, polgármestereket, küldötteket, képviselőket, esztergomi polgárokat. A hídünnep a társadalmi kapcsolatok ünnepe is, azonban mi, az Esztergomi Ehingen Baráti Társaság tagjai ma a 20 éves közös munkát is ünnepeljük, melyet ez év júniusában Ehingenben pazar ünnepség keretei között már szintén megünnepeltük. A teljesség igénye nélkül hadd soroljam fel mindazt, amit ez alatt a két évtized alatt közösen Esztergom polgárainak javára tettünk. 2000-ben megkaptuk a gyönyörű Erzsébet szobrot, melyet 150 fős polgárőrség, zenekar, műsora és a Habsburgok jelenléte emelt. A sebészeti osztályt 200 darab ajándékba kapott betegággyal indítottuk. Több száz esztergomi diák nyelvet tanulhatott cseregyerekként vagy intenzív névet kurzuson. A Montágiskolának, a Máltai Szeretett Szolgálatnak, a Szent Rita Otthonnak, az Árvíz Kálos útoknak nyújtott nagy összegű támogatással segítettük az illetékeseket. A Vitéz János Tanítóképző Főiskola, a Ferences Gimnázium és más iskolák kapcsolatai is nagyon fontosak voltak számunkra is. Ezután művészek kiállításai, német nyelvű könyvtár, sportolók, horgászok, stb. Mind-mind ezek a felsoroltak volt munkáját dicsérik, melyekben Ehingen város a partnere és segítőtársa volt. Hogy dr. Wolf Ruska személyes kisugárzása tágabb és közvetlen környezetére milyen nagy hatással van, álljon itt két példa. Amint már előbb említettek, Gudrun, a felesége, könyvtárat alapított magyar irodalom német nyelven témakörben, melyet a budapesti Szabó Ervin könyvtárban is kiállított, és júniusban pedig a magyar állami kitüntetést kapta meg. A másik példa erre, hogy Wolf jó szervező készségére, hogy még az esztergomi kicsit megöregedett tagokat is feldobva a fiatalokat is bevonta a vezetésbe. Köszönöm a városom nevében Wolfnak, köszönöm Ehingen városának, és köszönöm a mindig egységesen mögöttem álló esztergomi barátaimnak ezt a 20 év munkát. Hadd fejezem be beszédemet abban a mondattal, amivel el akartam kezdeni, és amelyet az élet egy friss hírrel fölülírt. Itt áll mellettem egy egykori egyetemista, aki 1956-ban hallotta a forradalmárok segélykérő szavait, aki nem értette, hogy miért nem segít a világ, és aki megfogadta, amint teheti, segít a magyaroknak. A fogadalmát máig tartja, és ez év október 23-án átverti Münchenben a konzulátuson a magyar kultúráért kitüntetést a magyar államtól. Két város polgármesterei által már június 8-án Ehingenben megerősítette együttműködési szándékát. Most szeretnénk ezt itt, Esztergomban még nyomatékosabbá tenni, ezért Tétényi Éva, Esztergom polgármestere egy megerősítő nyilatkozatot ad át dr. Wolf Ruskának. In Ehingen haben wir schon die Partnerschaft erneuert und dieses Dokument unterschrieben. Das wollen wir jetzt auch hier in Esztergom machen und Frau Tétényi, die Bürgermeisterin von Esztergom, wird jetzt dieses Schreiben am Herrn Broschka überreichen.
Ich bedanke mich und ich werde diese Bekräftigung unserer Partnerschaft, die hier schriftlich in beiden Sprachen niedergelegt ist und schon unterschrieben, weitergeben an unseren Herrn Oberbürgermeister Baumann. Er kann leider nicht da sein, aber er wird das mit Freude empfangen und gegenzeichnen. Dankeschön. Köszönöm szépen, én elviszem ezt az iratot haza, és át fogom adni a polgármesterünknek, aki sajnos most nem tud itt lenni. Ezt már egyszer a két testvérvárosnak a partneri további kapcsolatát megerősítettük Éhingenbe, de ezt most elviszem, és közvetítem a jó kívánságokat. Köszönöm. És miután minden felajánlásból készült, mert természetesen, ahogy már megszokhattuk, erre se biztosítottak anyagi forrást, viszont megkértük az óvodásokat, hogy kedveskedjenek nekünk egy kis előadással, és úgy érzékeltem, hogy ők már elég türelmetlenek, ezért most ezen az ünnepi ponton őket hívnám be, és akkor megkérem, hogy ők is mutassák be a produkciójukat, és utána mehetnek a nagy sportválasztóra, ami ma ugyancsak itt Esztergomban zajlik, és meg a holnapi nap folyamán is. Mindenki jöjjön játszani!
Ugyan idén nem kerek évfordulót ünneplünk Mántál városával, ám egy nagyon régi és nagyon kedves ismerős itt van közöttünk, aki már szinte hazajár Esztergomba. Tomás Stúve úr jól ismeri a magyarokat, az esztergomiakat. Nem csak rendszeresen felbukkan városunkban, hanem a mántáli magyar heteken együtt is dolgozik városunkból a majnaparti városba arra pár hétre kitelepült esztergomi emberekkel. Szoros kapcsolatot ápol a helyi Vöröskereszttel, akiken keresztül rendszeresen juttat el adományukat az esztergomi rászorulóknak. A sporthoz visszatérve, a mántáliak vendégszeretete és a mántáli ételek, meglehet a pirkás illetve sajtjuk, nem mindenkinek lesz a kedvence, világbajnokok. Kedves Tomás Stúve úr, kérem fáradjon a mikrofonhoz. Tomás Stúve úr a mántáli közösségnek a tagja, és nagyon sokat járt már itt Esztergomba. Nálunk mindig segít, amikor hídünnepen, vagy más alkalomkor, augusztus 20-án nagy vendéglátást csinálnak, és ő most szólna a gyülekezethez. Ja, eigentlich wollte hier jetzt unser Bürgermeister Erhard Rohrer stehen und eine kleine Rede halten. Leider konnte er aus Termingründen nicht zu dieser Feierlichkeit mitkommen. Tulajdonképpen a polgármesterünknek kellene most itt állni és beszédet tartani, de ő sajnos nem tudott eljönni. Ja, somit müssen Sie mit mir vorlieb nehmen. Und die kleine Rede wird etwas länger sein. Aber keine Angst, auf der letzten Seite steht ganz groß das Wort Ende. Most akkor meg kell velem elégedniük. Az én kis beszédem egy kicsit hosszabb lesz, de azért ne izguljanak, a végén ott áll, hogy vége. Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Tomás Stúve, bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe einen 19-jährigen Sohn, den ich auch schon öfters in Esztergom mit habe und der inzwischen auch sehr begeistert von dieser Stadt ist. Akik nem ismernének engem, én Maintalból jövök, 51 éves vagyok, van egy 19 éves fiam, aki már sokszor itt volt velem együtt, és a Maintaliakkal. Ich fahre seit 15 Jahren nach Maintal und habe hier vor einigen Jahren meinen zweiten Namen bekommen. 15 éve járok ide Esztergomba, és most kaptam egy második nevet is. Wenn ich eine Reise antrete und 965 Kilometer nach Esztergom fahre, dann spricht es sich hier ein Lauffeuer rum und die Freunde aus Esztergom wissen sofort, der Tommy Bertschi kommt. Ez majd a nála. Így kapta a második nevet, mindig, hogyha elindul Esztergomba, hogy 951 kilométert utazom, hogy ideérjen, akkor mindenki azt mondja otthon, hogy most a Tamás bácsi jön Esztergomba. Und wenn ich dann nach der langen Fahrt am Ortseingangsschild von Esztergom vorbeifahre, da bin ich endlich wie zu Hause angekommen. És hogyha elérem az Esztergom táblát és bejövök a városba, akkor úgy érzem, mintha hazaérkeztem volna. Neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Oberkellner im Hotel Restaurant zum Mainlust in Maintal-Dörnigheim bin ich seit sehr vielen Jahren offiziell im Vorstand des Arbeitskreises Maintal-Esztergom tätig. In was für einem Arbeitskreis Maintal-Esztergom. A fő foglalkozásom mellett egy hotelben dolgozom. Már 15 éve a Maintal és Esztergomi Baráti Társaságnak tagja vagyok. Ja, des Weiteren bin ich seit 2 Jahren ehrenamtlicher Geschäftsführer des Partnerschaftsvereins Maintal e.V. És 2 éve most már vezetője is vagyok ennek az egyesületnek. 19 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Maintal und Esztergom. Was kann man dazu sagen? 19 éves kapcsolat Esztergom és Maintal között. Mit lehet erről mondani? Viele organisierte Busreisen für die Bürger aus Maintal nach Esztergom und für die Esztergomer Bürger nach Maintal. Sok buszutazás a maintaliak számára Esztergomba és fordítva az esztergomiak számára Maintalba. Ein kurzer Telefonanruf in Esztergom wegen der Organisation einer Reise oder anderer Aktionen und schon läuft hier alles wie von alleine. Csak egy rövid telefonhívás Esztergomból, és már is indul a szervezkedés, és magától megy minden. Hierfür ein ganz großes Küssen und Säbeln an den Arbeitskreis Esztergom.
Ezért egy nagy köszönet Esztergomnak, méghozzá az itteni egyesületnek. Seit 9 Jahren besteht die Esztergomstraße in Main-Tatranikheim. Eingeweiht am 16. März 2003 von Dr. Niklas Speer, ehemals Weihbischof hier in Esztergom. 2003 óta Maintalban van egy esztergomi utca, amit Bern Miklós püspök úr szentelt föl 2003-ban. Heute ist Dr. Miklós Speer Bischof von Vác und ein guter Freund von unserem Pfarrer Durstewitz aus der Pfarrei Allerheiligen in Maintal-Dörlingheim. Most Bern Miklós püspök úr váci püspök lett, és nagyon jó barátja nekünk is, meg a mi plébánosunknak is Maintalban. 16 Jahre ungarische Woche in Maintal-Dörlingheim. 16 éve magyar heteket szervezünk meg Maintalban. Vor 16 Jahren entstand bei uns in der Mainlust die Idee, eine ungarische Woche durchzuführen. Azóta akkor határozták el, hogy ezt az esztergomi hetet rendszeressé teszik. Inzwischen ist dieses Event, das jedes Jahr im März stattfindet, schon Tradition geworden. Ez minden évben márciusban rendezik meg, és ez most már ünnepé avancsált. Maintaler Bürger, Deutsch-Ungarn, ungarische Gäste aus der Nähe und Region sind jedes Jahr wieder bei uns, um mit uns diese Woche zu erleben. Minden évben erre a hétre Maintalba érkeznek esztergomiak, maintáliak, Magyarországról odaszármazottak és németek. Für unsere ungarischen Gäste ist das ein Stück Heimat. Wenn unser Restaurant geschmückt ist wie eine Csada, sie die Spezialitäten genießen und die Geigenklänge unserer ungarischen Musiker erleben. Ez az esemény olyan, mintha Magyarországon lennénk. A csárdájukat úgy díszítik föl, mint itt Magyarországon, ugyanígy van hegedűszó, és otthon érzik magukat ebben a csárdában. Soziale Hilfe für Esztergom über den Arbeitskreis Maintal Esztergom. Most a szociális munkáról és a segítségről. Sachspenden und Geldspenden der Maintaler Bürger für das Rote Kreuz, das Altenheim, das Mädchenpensionat hier in Esztergom, das Jugendhaus mit dem Kindergarten der Maristen, das Behindertenheim, viele weitere Aktionen, die hier seit vielen Jahren unterstützt werden. Anyagi támogatás az itteni intézményeknek, és most megpróbálom felsorolni, egyrészt a Vöröskeresztnek, a gimnáziumoknak, az öregek otthonának, amit minden évben megtesznek. Dazu möchte ich noch den Vereinsring von Maintal hier erwähnen, unter der Schirmherrschaft von dem Freund Rolf Lamio, der hier auch sehr bekannt ist in Esztergom. Még szeretném megemlíteni azt az egyesületet, ami itt Esztergomban szintén nagyon ismert. Wie heißt der? Rolf Lamio. Rolf Lamio fährt jedes Jahr mit seinen Helfern von Maintal mit Spezialitäten wie Rindswurst, Handkäse, Äppelwoi hier nach Esztergom zum Stephansfest, baut hier einen Stand auf und der Erlös des Kranken geht hier an das Behindertenheim in Esztergom. Minden évben eljön, felépít egy nagy standot itt, különböző maintali specialitásokkal, kolbásszal, almaborral, és amit árul és elad itt Esztergomban, annak a bevételét azt a sérült otthonnak adja. Ezt azt mondták soha? Nem. Nem, ez a schwerstbehindert. Schwerstbehindert, igen. Ja, 2011 hat das Stephansfest nicht stattgefunden, was aber unseren Rolf nicht davon abgehalten hat, sein Auto zu beladen und nach Esztergom zu fahren. 2011-ben, amikor nem volt nagy ünnepség augusztus 20-án, ő akkor is megpakolta az autóját és elhozta mind az áruját ide. Ez nem tartotta őt vissza attól, hogy itt megvendégeljen mindent. Dort, wie die Jahre zuvor, auch seinen Stand aufbaut, seine Spezialitäten anzupreisen und den Erlös daraus wie gewohnt an das Behindertenheim zu spenden.
Somit gab es doch noch ein Stephansfest in Esztergom, wenn es auch etwas kleiner war. Ezáltal akkor is volt egy Szent István ünnepség Esztergomba, ha kisebb is volt, miután ő fölépítette ezt a standját, és elhozta a sok finomságot. Ja, dieses Jahr war es Rolf Lahn, leider aus geschäftlichen Gründen nicht möglich, an diesem tollen Ereignis teilzunehmen. Und ich möchte ihn an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Das Grüße an die Esztergomer Freunde ausrichten. Ebben az évben sajnos hátráltatva voltak, nem tudtak eljönni, de üzenetét küldi és üdvözletét az esztergomiaknak. Ja, dann haben wir noch Miklós-treff in Maintal. Ungarn-Stammtisch, gegründet am 28. November 2003 bei einer Fahrt nach Esztergom mit einer Busgruppe und benannt nach unserem Freund Miklós Marosi, hier aus Esztergom. Azon kívül van egy Miklós ünnepségük is, amit 2001-ben alapítottak. Egy buszút kapcsán jött ez az ötlet, és Marosi Miklós volt az, aki az ötletet előhozta, és így alapították meg ezt az ünnepet. Bei unseren Treffen vom Stammtisch steht immer ein kleines Sparschwein auf dem Tisch, und der Erlös aus diesem Sparschwein kommt einmal im Jahr hier dem Mädchenpensionat in Esztergom zugute. Létrehoztak egy stammtisch, aztán mindenkinek fogalom, Magyarországon ez nincsen, de egy olyan asztal, ahol rendszeresen leülnek a kocsmában, és akkor kitesznek egy perselyt, és az ott összegyűlt pénz az Magyarországra jön. Ja, Organisation von Weihnachtsmarkt und Weinfest in Maintal-Dörnigheim über den Arbeitskreis Maintal und Esztergom. Azon kívül van egy olyan ünnepség, amit minden évben megünnepelnek, a szüreti ünnepséget, és a Weihnachtsmarkt, ami a karácsony adventi vásárt, amit minden évben közösen rendeznek meg esztergomiak és mántáliak. Der Arbeitskreis Esztergom war bereits dreimal bei einem Weihnachtsmarkt in Maintal vertreten mit seinen Spezialitäten. Az esztergomi maintali egyesület már háromszor részt vett ezen az adventi vásáron, és elhozta a magyarországi és esztergomi specialitásokat. Ja, und dieses Jahr konnten wir wieder in Zusammenarbeit mit unseren Freunden hier auf Esztergom ein ungarisches Weinfest organisieren, was wieder sehr toll ankam bei unseren Maintaler Bürgern und ein toller Erfolg in dieser Richtung wieder war. Ebben az évben pedig egy közös borünnepet rendeztünk Maintalban, esztergomiakkal és a maintaliakkal együtt, ami nagyon nagy sikert aratott. Ja, dann haben wir auch noch Ziele für die weitere Städtepartnerschaft. További céljaink ebben a partnerszásban. Es wäre schön, wenn wir auf beiden Seiten die Jugend etwas mehr integrieren könnten und auch die jüngere Generation für unsere ehrenamtliche Tätigkeit und die Partnerstädte begeistern könnten. Jó lenne, hogyha az ifjúságot is fel tudnánk lelkesíteni és be tudnánk vonni ebbe a munkába, ahol a testvérvárosi kapcsolat áll a központban. Ja, ein großer Schritt hierzu war in diesem Jahr der Besuch der Theater AG des St. Elisabeth Gymnasiums aus Esztergom. Egy nagy esemény volt ebben az évben, hogy a Szent Erzsébet gimnáziumnak a drámacsoportja egy színházi előadással volt nálunk. In Zusammenarbeit mit der Schule ist es uns gelungen, die Theater AG für die Teilnahme am Bühnenstürmer Festival in Maintal-Wachenbogen zu gewinnen. Ezzel sikerült nekünk még egy elismerést és egy érmet is szerezni Maintalba az akkori ünnepi játékokon. Ja, eine Woche Workshop in Maintal und die grandiose Aufführung der Rockoper St. István auf der Bühne des Bürgerhauses in Maintal-Bischofsheim, organisiert von den Bühnenstürmer aus Wachenbogen. Egy heti Workshop után összehoztak egy Szent István operát, amit ott aztán közösen előadtak. Ja, St. István Rockoper, zweimal auf der Titelseite des Maintaler Tagesanzeigers. Da brauche ich nicht mehr erwähnen, welche tolle Leistung diese Schüler erbracht haben. Kétszer is megjelent a helyi újságba egy nagy elismerő cikk róla, akkor nem kell tovább magyaráznom, hogy milyen sikert arattak. Wir hoffen, dass auch in Zukunft
die Jugend aus Esztergom und Maintal über solche oder ähnliche Projekte zusammenkommt und die Städtepartnerschaft damit bereichert und stärkt. Bízunk benne, hogy több ilyen projekt kapcsán összejönnek a mi és az esztergomi fiatalok, és ezzel a testvérvárosi kapcsolatukat erősítik és gazdagítják. Zum Schluss die Frage, warum machen wir das alles? S végül a kérdés, miért tesszük mindezt? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Gastfreundschaft und die Herzlichkeit der Esztergomer Bürger sucht seinesgleichen. A válasz nagyon egyszerű. A válasz nagyon egyszerű. Az esztergomiek szívélyes vendéglátása, az egyszerűen kötelez minket erre, és ezért tesszük, ezért is tesszük. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich heute mit meinem Kollegen Klaus-Peter Schultheiß und seiner Frau Rita an dieser Feierlichkeit teilnehmen darf. Köszönöm und Segen. Miután Kökény Roland eligérkezett egy iskolába, ha jól tudom, az Árpád-házi iskolába, ezért most egy kicsit interaktív módon beszélgetünk vele, hogy ne legyen zavarba, hogy megszólaljon. A kérdésem az, ami bizonyára már elcsépelt, hogy egyrészt hogy éreztétek magutokat, azon kívül, hogy fáradtak voltatok, és a mostani mindennapokban jelent-e valamit, hogy valaki olimpiai bajnok lett? Köszönjük szépen, és hát a futam után igen, nagyon fáradtak voltunk, de nagyon jó volt a szurkolóknak az öröme, meg a szeretete, nagyon jól esett nekünk. Hát ez felettetett mindent ott a pálya közben azért, amit átéltünk, azt a fájdalmat, azt a fáradtságot, és hát a mindennapokról meg annyit, hogy folyamatosan rendezvényeken veszek részt, céges és egyéb ilyen kulturális rendezvényeken, média megjelenések, tévé, stb. Most is egy iskolába készülök, az Árpád-házi Szent Erzsébet, vagy az alsó tagozatosokkal fogok találkozni, és nekik tartok élménybeszámolót. Jó, hát mi ugyan nem alsó tagozatosok vagyunk, de azért azt megkérdezném, hogy ugye láttunk itt kisgyerekeket, meg direkt olyan műsorszámokat próbáltunk idehozni, hogy ráirányítsuk a figyelmet, hogy milyen fontos, hogyha sportolunk. Ugye lassan már mindenki tudja, én is aikidózom. A kérdés az, hogy mikor kezdted a sportolást, illetve ez az életedben jelentette valami olyan momentumot, vagy valami olyasmit, amit tudnál esetleg másnak is ajánlani? Én sportolást, igazából a kajakozást már ilyen 5 évesen elkezdtem, nekünk a család az kajakozott, de már előtte úszni jártam, tehát megtanultam, és így 2 évig azért versenyszerűen próbáltam az úszást, de az annyira nem tetszett, úgyhogy a kajak mellett döntöttem. És mit jelentett ez nekem? Hát ez igazából egy idő után életforma lett, mert 88-ban határoztam el, hogy én is szeretnék olimpiai bajnok lenni, mikor Szóba a Gyula és Zsolték nyertek 2 olimpiai aranyat, úgyhogy tehát én azóta erre készültem mindig, és hát szerencsére a kitartásomnak köszönhetően sikerült elérni ezt a címet. Szóval csak azon múlik, hogy az ember valamit elhatározzon, ugye? Vagy azért valami más is kell hozzá? Azért egy kicsit a mindennapokat, hogy érzékeljük, hogy ez milyen kitartást, vagy milyen munkát igényel. Igazából ez egy olyan dolog, hogy először is meg kell találni önmagunkat, és ha megtaláltuk önmagunkat, akkor fel kell építeni ezt a dolgot. Tehát ez úgy működik, mintha egy nagyon hosszú lépcsőre mennék föl, de tudjuk, hogy hol a vége, és hogyha tudjuk, hogy mik a lépcsőfokok, beírtattuk ezeket a kis állomásokat, akkor meg tudjuk valósítani, hogy mi a lépcsőfok tetején ott legyünk majd. Jó, hogy kicsikét közelebb hozzunk az emberekhez. Konkrétan hánykor kezd, hány edzés van, mit jelent ez a mindennapokban, mit eszel, tehát ilyen kérdéseim lennének. Hát annyira nem vagyok már jó alvó, úgyhogy én általában ilyen 5:30, valamikor 5 órakor már fölébredek. Az edzések azok meg ilyen 8:30-9 körül kezdődnek délelőtt. Alapozó időszakban ilyen délelőtti 2 órás, a versenyek előtt valamikor már csak 1/2 óra, tehát a főversenyek előtt. És van délután is edzés, az olyan 3:30-4 fel az változó,
de ott, ott már egy két és fél órás edzés alapozó időszakban, és versenyek előtt van, amikor utolsó héten már nem is edzünk csak délelőtt. A táplálkozásról meg annyit, hogy nagyon oda kell figyelni táplálkozásra is, mert jó sport teljesítményhez elengedhetetlen az, hogy, hogy mit eszünk, ez ugyanolyan, mintha kocsiba se töltünk üzemanyag helyett mondjuk, mást, amitől tudjuk, hogy nem megy az autó. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a megfelelő tápanyagbevitel, vitaminok, hús, szénhidrát arány meglegyen mindig. Ezt mi is alá tudjuk támasztani nők, hogy nekünk sem mindegy, hogy mit eszünk, hogy jól nézzünk ki. Tehát ez azért közös bennünk, mint sportolókban. Én nem is nagyon választanálok tovább, én megkérdezem, hogy kívánsz-e valamit mondani, illetve azt mondom az esztergomiaknak, hogy meghívtuk Kökény Rolandot október 23-án egy testületi ülésre, remélem akkor is személyesen meg tudsz jelenni köztünk, és megkérdezem, van-e olyan, amit még mindenképpen elmondanál így a városnak, illetve hát azoknak, akik követni szeretnének, ugyanis szerintem nagyon fontos, hogy a mindennapokban találjunk egy-egy olyan példaképet, akikre fel lehet nézni. És azt lehet mondani, hogy igen, ezért érdemes, mert hogyha valaki valamit elhatároz és megtesz minden annak érdekében, hogy elérje, akkor innen ám van egy élő példa, hogy ezt meg is lehet tenni. Köszönöm szépen a meghívást október 23-ára, természetesen részt veszek. Hát és azt szeretném elmondani, hogy aki teheti, az sportoljon, teljesen mindegy kortól, nemtől függetlenül, mert közösségbe járni mindig jó, és a sportot szerető emberek általában egy nagyon jó közösséget alkotnak, úgyhogy hogy ajánlom mindenkinek, mert a sportolás az mindenre jó. Meg sikerült, tehát, na, hogy is mondjam, tehát sikerült, na. Képesben érjél. Igen, tehát az, hogy megvalósítsuk önmagunkat, abban nagyon segít. Nagyon szépen köszönjük, és gratulálok. Németországon kívül Lengyelországban is van testvérvárosunk, Gnyezno. Sőt, Esztergomban lengyel nemzetiségi önkormányzat is működik a Lengyel-Magyar Baráti Társaság mellett. A két szervezet egymás mellett gyakorlatilag azonos tagsággal, tökéletes szimbiózisban működik. A lengyel és magyar nemzet barátsága legendás és régi múltra tekint vissza. Polák, Vengie, Dvabra, Tanki, Idos Sábli, Idos Kránki. Nem kell hozzá lengyel nyelvtudás, hogy mindenki fújja, mit jelentenek ezek a sorok magyarul. Lengyel-magyar, két jó barát, együtt harcos, issza barát. A két nép barátsága legendás. Egyesek szerint a világtörténelemben is egyedülálló. Ennek állít emléket ez a mondás is. Esztergom és Gnyezno is számos történelmi azonossággal bír, a régvolt egyházi központtól, közös szentektől a rendszerváltásig bezárólag. Ma a két város számos közös programban vesz részt. Az utóbbi évben Gnyezdóban háromszor is vendégül látták városunk küldötteit egy EU-s program sorozat keretén belül. A legutóbbi alkalom a sporthoz volt köthető, hiszen a futball-EB-vel egy időben került megrendezésre lengyel testvérvárosunkban a fiatal és már nem aktív korosztályokat megmozgató és összekapcsoló rendezvény, amelyen az esztergomi küldöttek is részt vettek. Most pedig, ha körülnéznek ebben a gyönyörű helyiségben, az első magyar főváros várának falai között, a Katyin kiállítás képeit láthatják maguk körül, amelyek a lengyel nagykövet úr Román Kovászki közbenjárásának köszönhetően kerültek Esztergomba. A két nép, de még inkább a két város kapcsolatáról most egy olyan személy beszél, aki a kezdetektől mostanáig kiemelően sokat tett a kapcsolatok létrejöttéért és a folyamatosság fenntartásáért. Kérem Csomor Erzsébetet, a Magyar-Lengyel Baráti Társaság elnökét, a Komárom-Esztergom megyei levéltár igazgatóját, hogy fáradjon a mikrofonhoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, polgármester úr, polgármester asszony, tisztelt elnök úr! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt szólhatok önöknek a Esztergom-Gnyezno testvérvárosi kapcsolatról. Ígérem, rövid leszek. Hallottuk a mondást, én is ezzel szerettem volna kezdeni. Magyar-lengyel két jó barát, együtt harcos is szaborát. Ez a hagyományos magyar-lengyel barátság szinte kötelez, gondolhatjuk, egy lengyel testvérvárosi kapcsolat kiépítésére. Esztergom és Gnyezno esetében azonban ennél többről is szó volt, illetve szó van.
És itt nem csak a két város történelmének rendkívüli hasonlóságára gondolok, hanem gondolok egy személyre, aki már nagyon régen meghalt, mégis él és összeköt minket. Ez a személy pedig nem más, mint Szent Adalbert vértanú püspök, akit talán kevesen tudják, Esztergom főegyházmegye mellett Esztergom vármegye védőszentje, és bizony a Gnyeznói főegyházmegye és a Gnyeznói kerület védőszentje is egyben. Ez a sok-sok kapcsolat mind arra predesztinálta a városi vezetőket, hogy a 90-es évek elején felvegyék a kapcsolatot, és amit említettem, 94-ben aláírják a testvérvárosi szerződést. Mi is lassan 20 évesek leszünk. Ebben a 20 évben nagyon-nagyon sok minden történt, nagyon sok kapcsolat, nagyon sok együttműködés, program valósult meg. Én csak nagyon röviden említenék párat. Valóban a Magyar-Lengyel Baráti Társaság együtt a lengyel kisebbségi önkormányzattal fontos célkitűzéseket valósított meg ebben az évben, és itt a városi önkormányzattal együtt tegyük hozzá. Ez a kapcsolat nagyon sokrétű volt, így a kulturális kapcsolatok keretében bemutatkozhattak az esztergomi méltán híres fotóművészek Gnyeznóban, említsük meg név szerint is Kovács Melindát és Mudrák Attillát, aki nagy népszerűségnek örvend a lengyel testvérvárosban. Onnan pedig a Formát klub, fotóklub tagjai mutatkozhattak be éppen itt a Vármúzeum rondellájában. De kiemelkedő úgy gondolom az a törekvés is mindkét városban, hogy megismerjük egymás népművészetét, egymás zenéjét. Így elsősorban a Szent István napokon korábban bemutatkozhatott egy Gnyezsnyelnye nevezetű néptánccsoport itt Esztergomban, és a Várolja néptánccsoport pedig Gnyeznóban népszerűsítette a magyar néptáncművészetet. 2007-ben a két ország parlamentje elfogadta, törvénybe iktatta a Magyar-Lengyel Barátság napját. Ezt a napot 2007 óta megünnepeljük mindott, ugyanis én úgy gondolom, hogy nagyon fontos azon túl, hogy a két országban, egy-egy városban hatalmas ünnepségsorozat kiemelkedő közéleti személyiségekkel emlékezik meg erről a napról, nagyon fontos, hogy helyben is ápoljuk ennek a kapcsolatnak a hagyományát. Ugyancsak Esztergom esetében nagyon fontos történelmi esemény a város török uralom alóli felszabadulása 1683-ban, amit elsősorban a város lakói mai napig Szobieszki János lengyel királynak köszönnek, annak ellenére, hogy Lotaringiai Károly is a csapatok fővezére volt, abban a császári csapatok fővezére volt, és ő is nagyon komoly, és csapatai nagyon komoly szerepet játszottak a város felszabadulásában. De a lengyel király a mindig is jelenlévő magyar szabadságvágyat is kifejezi, úgy gondolom, és ezért vált ő inkább ennek a felszabadításnak a jelképévé. De Gnyeznóban megemlékeznek időről időre 1956-ról, amit megint csak talán közismert dolgot mondok, Lengyelországból indult, mondhatjuk így, a poznányi tüntetésekkel, és Lengyelországban óriási visszhangra találva vér, pénzadományokkal segítették a magyar testvéreket ebben a harcban. De más jellegű is ez a kapcsolat. Ahogyan említett a bevezetőben a szépség királynő, sportkapcsolatok is alakultak Gnyeznóban, városi futáson, Esztergom híd futáson. És itt említeném meg, hogy nagyon sajnáljuk, hogy idén sajnos Gnyeznóból nem tudtak eljönni a lengyelek erre a közös rendezvényre. A következő, és úgy gondolom, hogy kiemelkedően fontos dolog, amit említenem kell, az az iskolák közötti kapcsolat. Ugyanis annak, hogy ez a barátság, ez tovább éljen, annak a fiatalság az záloga. És elmondhatjuk, hogy talán minden esztergomi iskolának van gnyeznói testvériskolája. És itt említem meg a Montág iskolát én is, ugyanis a Gnyeznói Mozgássérült Egyesülettel alakult ki rendkívül jó kapcsolat. Tavaly egy fejlesztő táborban vettek részt a magyar fiatalok, ahol fotókat készítettek különböző témában. Ez a fotókiállítás Poznányban már a városlakók elé került, itt Esztergomban pedig várhatóan novemberben tekinthetjük meg a gyerekek munkáit. És még egy dolgot említenék, ez pedig a Gnyeznói Európai Uniós projekt.
ugyanis Gyezno városa évekre áthúzódó és különböző nagyon fontos kérdésekkel kapcsolatos konferenciákat szervez. Volt már környezetvédelemmel kapcsolatos konferencia, oktatással kapcsolatos konferencia, és legutóbb az idősekkel kapcsolatos problémákat beszélték meg egy Gyezno és testvérvárosainak küldöttei, ahol esztergomiak is részt vettek. Ez a projekt is folytatódik majd. Nagyon röviden, én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm én is mindannyiuknak, hogy meghallgattak, köszönöm még egyszer a meghívást, és bízom benne, hogy legközelebb már Gyeznóval kiegészülve együtt elvetünk majd Esztergom összes testvérvárosával. Köszönöm szépen! Cambrai. Gyönyörű francia város. Rokonnak is mondhatnánk, hiszen közös szentünk is van. Ám előbb a kalandozó magyarok Bulcsú Horka vezetésével eljutottak, és 954-ben megostromolták Cambrait. Három napi rohamozás után a magyarok számára kudarccal végződött az ostrom. Később Árpádházi Szent Erzsébet arany és ezüst adományt küldött a városnak, segítve a régi, háborús és természeti károktól már akkor megviselt katedrális szentélyének megépítését. De Fontaine Cambrai püspök, aki Szent Erzsébet halálakkal a frankfurti udvarban tartózkodott, magához vette, majd eljutatta a hercegnő szívét Cambraiba, Erzsébet végrendeletének megfelelően. Az elekjét a székesegyház főoltárába helyezték, és ott őrizték az 1235. november 19-i szenti avatásáig. Ma a kereszthajóban egy ablakfestmény látható a szent ábrázolásával. Júliusban Esztergom küldöttsége Cambraiban járt, ahol szintén a 20 éves évfordulót ünnepeltük a cambraiek szervezésében. Az eseményről és a 20 elmúlt évről Jónás Zsigmond, az Esztergom Cambrai Baráti Társaság elnöke beszél. Tisztelettel köszöntöm polgármester asszony, polgármester úr, bajnokaink, egyik távol meghívott vendégeink, kedves ifjú hölgy, segített, és nekem meg nehezebbé is tette a dolgomat, elmondta azt, amit nekem kellett volna mondanom Cambrairól. De egyébként, ami kimaradt volna, azt polgármester asszony is elmondhatná, mert idén nyáron együtt vendégeskedtünk Cambraiba, igen kellemes időt töltöttünk el, ünnepelve a 20. évfordulónkat kint Cambraiba, mint ahogy ünnepeltük azt megelőző évben itt Esztergomba. Igen tartalmas 20 év van mögöttünk, köszönhetően azoknak az embereknek, akik nevesítettek bennünket kint, illetve megszerettek bennünket kint Cambraiba, és köszönve azoknak az itteni esztergomiaknak, Esztergom környékbelieknek, akik ebbe a 20 éves munkába igen jelentős munkát fektettek be, és nem is munkának, hanem feladatnak érezve, kötelességnek és szeretetnek érvezve ezt a munkát, és hát a 20 évünk az meglátszik, hogy nem múlt el esemény nélkül. Sajnálatos, hogy nem tudtak ugyancsak a cambraiak jelen lenni a mostani ünnepünkön, viszont öröm számunkra, hogy ismerősöket látunk, mert az én testvéremnek a testvére az ködös testvér, és így for össze Esztergom testvérvárosainak kapcsolata, hogy Proska úr is kint volt Cambraiba azon a bizonyos ünnepen, és hát találkoztak ott kint már ezt a hidat említve, ugye így működik ez a híd. Valamikor kompot emlegettünk, hogy a komp járt a Duna egyik partjáról a másikra. Ezt képletesen is lehet érteni, hogy már nem kompról van szó, hanem hídon közlekedünk, ahogy említve volt, oda-vissza. És ennek a jelentősége felbecsülhetetlen. Nem akarnám hosszúra nyújtani, mert kifejtette már mindenki a maga gondolatát. Egyetlen egyet azért hadd említsek még meg. Igen megtisztelő számomra, hogy ezt az ünnepséget itt a Vármúzeum lovagtermében tarthatjuk meg. Szimbolikus jelentőséggel is bír, hogy valamikor innen indult ki az államiság, és ennek az államiságnak a kiteljesedése az európaivá válásának egy magja, amit mi most a munkánkkal
tesszük még inkább aktívvá, jelentőségteljessé. Azt hiszem, hogy röviden ennyit kívántam volna mondani, pedig van egy brossúrám, amit készültem felolvasni, de gondolom, hogy nem bánják, hogy ezt most nélkülünk. A következő város, Espoo, nem azért maradt hátra, mert ő az utolsó. Sőt, ez nem a rangsorban elfoglalt helyét jelöli. Az életnemes bort sem a vacsora elején fogyasztják. Legelső testvérvárosunk nem azért került a sor végére, mert utolsó a sorban. Espoo Helsinki szomszédja. Mára szinte egybeépültek. Nekünk, esztergomiaknak olimpikonunk van, ők olimpiát rendeztek 1952-ben. Bár az iskolában tanított nyelvrokonság talán ismertebb, ám a sportterén a víz is összeköt minket. Az úszóversenyeken született egyetlen világcsúcsot akkor a magyar női gyorsváltó úszta. A női úszás éremtáblázatán 1952-ben, pont 60 évvel ezelőtt Magyarország végzett az első helyen, 4 aranyéremmel. Ebben az évben pedig a két ország közötti 12. testvérvárosi konferenciát, amelyen Magyarország kormány szinten képviseltette magát, Espoo rendezte meg. Espooról, a kapcsolatokról és a konferenciáról Horváth Béla, korábbi Várhúzeum igazgató, a konferencia résztvevője, a Finn-Magyar Baráti Társaság alelnöke mondja el gondolatait. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Hát látják, az élet rendje valahogy, hogy mindig az öregeket hagyják legutoljára. Mi itt testvérvárosi kapcsolatunk a legelső, a legöregebb. Lassan 40 éves múltra tekint vissza, és ez alatt a 40 év alatt, a közel 4 évtized alatt nagyon sok minden történt. Nagyon érdekes volt egyébként a testvérvárosi kapcsolat létrejötte. Ugye a 70-es évek elején még azért nem úgy volt, mint manapság, hogy csak úgy fölveszem a kapcsolatot valakivel, egy másik országgal, egy másik várossal. Helsinkiben volt egy konferencia, ahol részt vett a magyar külügyminiszter is, és felvetődött az a kérdés, hogy milyen jó lenne valami szoros kapcsolatot egy magyar város. És akkor az akkori külügyminiszter azt mondta, hogy oké, rendben van, akkor Esztergom lesz. Tehát, ha úgy tetszik, akkor egy picit kijelöltek bennünket. Aztán hál' Istennek, hogy ez nagyon pozitív eredményt hozott, mert tényleg ezzel az idő alatt fantasztikus, gazdag programokat tudtunk csinálni. Az iskolák kapcsolatától kezdve a képzőművészek odautaztatásáig, és itt egy gondolatra, ha megengedik, azért megállnék, mert azért valahogy a kultúrának és a kultúrán belül a képzőművészetnek mindig egy ilyen kapcsolatteremtő szerepe van. Én visszaemlékszem arra, amikor Ehingenben az első kiállítást csináltuk, sok-sok évvel ezelőtt, és talán az a kiállítás hozta meg azt az eredményt, ami a Ehingen és Esztergom jó kapcsolatát mutatja. Espooval kapcsolatban ugyanez volt a helyzet. Rengeteg kiállítást csináltunk, és egy Jónás kollégám említette, hogy ha az én testvérem testvére, akkor az a harmadiknak is a testvére. Nos, ebbe Espoo városa fantasztikus nagy eredményeket ért el. Néhány évvel ezelőtt csináltak egy nagy testvérvárosi ünnepséget, ahol Espoo összes testvérvárosa képviseltette magát. Tehát Esztergomnak ebből kiindulva nem csak Európa, nem csak Németországban, Franciaországban, Ausztriában, Finnországban testvérvárosok, hanem a világ minden részén. Az egyik testvérváros kapcsolódik a másikhoz, és ez hallatlan nagy eredményeket hozhat. Ebben az évben június 4-e és 10-e között volt a Finn-Magyar Testvérvárosok konferenciája. Ez annyit jelent, hogy több mint 50 magyarországi település, több mint 50 finnországi település képviselőjével találkozik. Két fő téma volt, az egyik az önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos, másik pedig picit a szívemhez közel állóan a kulturális örökséggel kapcsolatos kérdések merültek föl. A szünetben, a vacsoráknál külön arra figyeltem, hogy reagálják le az emberek egymás véleményét.
A több mint 50 magyar képviselő, polgármesterek, különböző tisztségviselők olyan kapcsolatot tudtak teremteni a finnekkel, amire én magam is rácsodálkoztam, dacára annak, hogy már több évtizede járok Finnországba, és nagyon sokszor voltam kint. És ha megengedik, akkor itt kapcsolódnék ahhoz a gondolathoz, ami tulajdonképpen a mai híd ünnep. Mikor én fölkérést kaptam arra, hogy itt szerepeljek, jó, mondjuk szeretek szerepelni itt ezen falak között, mert 40 éve itt éltem, itt élek a Veszprémi Várhúzomban, és ha már itt tartok, akkor engedjék meg, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket. Utódomnak nyilván más dolga volt, és el kellett neki mennie, de azért fogadják el tőlem is ezt a szívből jövő szeretetet. Most, mikor erre a fölkérést kaptam, akkor az jutott eszembe, hogy hát most mit tudok én beszélni a hídünnepről. Igaz ugyan, hogy azon kevesek közé tartozom, akik a híd születését nap mint nap végig nézhették, mert a hivatalom, az irodám az itt a felső emeleten volt, és első perctől a híd átadásig nyomon tudtam követni, hogy hogyan épül a híd. És akkor sokszor eszembe jutott, hogy mit is jelent a híd? A híd vajon egy tárgy is, de a híd az egy fogalom. Egy olyan fogalom, ami mögött fantasztikus dolgok vannak. A híd, mint fogalom mögött ott van, hogy kapcsolatot tudunk teremteni, hogy az életünkben sok-sok pici kis hidat építünk. Ha megfogjuk egymás kezét, az is egy hídépítés. Hídépítés emberek, csoportok, országok között. És az a baj, hogy időnként ezeket a hidakat megpróbálják lerombolni. Pedig higgyék el, lerombolni egy hidat sokkal könnyebb, fölépíteni sokkal nehezebb. Én úgy gondolom, mindnyájának az a fő feladata, hogy az élet minden területén építsünk sok-sok apró kis hidacskát, hogy újabb és újabb kapcsolatokat tudjunk teremteni. De arra is oda kell figyelni, hogy a régi hidakat nagyon, de nagyon meg kell becsülni, és óvni kell. Köszönöm szépen, megköszönöm. Talán úgy gondolnák, hogy ennyi testvérvárosunk van. Ám Máriacell sem maradhat ki. Ugyan nincs baráti társaság, amely élővé tenné a kapcsolatot, ám Mindszenty bíboros emléke örökké összeköti a két várost. A bambergi főpolgár és a delegáció csak ma délután érkezik. Velük is épp 20 éve írta alá az akkori esztergomi vezetés a testvérvárosi szerződést. Bamberg a világörökség része. Itt forgatták eredeti körülmények között a három testőr legutolsó feldolgozását. Ám a történelmen túl sporttörténelmet is írtak, hiszen egyedülálló módon a bambergi kosárlabda csapat zsinórban háromszor nyerte el a német kupát és a bajnoki címet. Gratulálunk Bambergnek! Távolabbi kapcsolataink is vannak. Bár 150 esztendőn át az életünk részei voltak, a török nép mára nem hódítani akar, barátkozni szeretne. Esztergom különleges helyet foglal el a történelmükben, amelyről picikorától kezdve minden török tud. Esztergom kalasi, az esztergomi vár. Már az óvodások is ismerik a nevét, amelyről dal is született. Most az Isztambulhoz közeli Izmit városa keresi a kapcsolatot Esztergommal. Terveik szerint hivatalosan is szeretnének testvérvárosunká válni a közeljövőben. A hídünnep nyitó eseményének zárszavát Idényi Éva, Esztergom, Esztergom kertváros és Filiszent Jelek polgármestere mondja el. Azért szokás szerint még nincsen zárszó, ugyanis egy kicsit megbonyolítottuk az ünnepséget, pontosan azért, hogy előre jöhessenek azok, akiknek hamarabb el kell menni. Ezért Storz Bodnontot hívom ide, és megkérem, hogy ő is beszéljen arról, hogy egy ilyen jól felkészült olimpiai csapatot hogyan lehetett összehozni, és üdvözölje a jelenlévőket. Szeretettel köszöntöm polgármester urat, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnökét és a meghívott vendégeket, testvérvárosok képviselőit.
Bevallom őszintén, nagyon megható volt, hogy hallani azt és látni, egy kicsit átérezni, hogy Esztergomnak milyen baráti kapcsolatai vannak, baráti szálak kötik össze őt szerte a világban, Európában, és hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást ennek az alkalomnak, a híd átadásának 11. évfordulójára rendezett eseménysorozatnak a meghívójára, és ennyien megjelentek. Kicsit engedjék meg, hogy személyes kapcsolatomról, kötődésemről beszéljek, hogy tulajdonképpen hogy is kerültem én ide Esztergomba. Azt ugye menet közben arra fény derült, hogy Kökény Roland hogyan kapcsolódik. Én magam egészen nem mennék vissza a múltba, bár édesapám itt a Ferences gimnáziumban tanult hosszú-hosszú évekkel ezelőtt Esztergomban. Azóta egy kicsit megszakadt azért családunknak a kapcsolata. Családom és az Esztergom város a közötti kapcsolat. Én 2001-ben ismerkedtem meg itteni barátainkkal Esztergom városával. Azóta nagyon sokat járunk le a mai napig családommal Esztergomba, és nem csak azért, mert a víznek a szeretete ide köt, maga a városnak a hangulata, a szépsége is, azt gondolom, hogy mindenkiben valamiféle nyomott megerősítést adnak abban, hogy ide érdemes visszajönni Esztergom városába. Olyannyira megtetszett maga Esztergom és az itt töltött napok, hogy egyre többet töltöttem én is itt a Prímás sziget melletti kiságban. Nagyon sokat jártam léde kajakozni, utolsó egy-két évenben én is itt készültem Esztergomba, itt az esztergomi vizeken. Kökény Roland pedig úgy kapcsolódik Esztergomhoz, és ennyi személyes büszkeségem hadd legyen nekem is, hogy 2008-ban egy baráti társasággal mi megalapítottuk az Esztergomi Kajakkenu Sportegyesületet, és annak lett a tagja Kökény Roland, aki most ténylegesen feljutott a csúcsra, és sikerült neki olimpiát nyernie. Azért is mondtam azt, hogy most feljutott a csúcsra, hiszen bár a Roland szerintem nagyon szerényen, kicsit visszafogottan fogalmaz, de azt gondolom, hogy amilyen sportteljesítményt ő letett, az tényleg megmutatja az igazi emberi nagyságát, és azért mondom azt, hogy emberi nagyságát, mert hogy ő említett, hogy 5 évesen kezdett el kajakozni, az nem derült ki a beszélgetésből, hogy ő 37 éves, a legidősebb kajakos olimpiai bajnok Magyarországon, aki ebben a korban olimpiát tud nyerni, és azt hiszem, mi sem támasztja jobban alá, hogy abszolút itt a kitartásnak nagyon nagy szerepe volt a lelki erőnek az ő esetében, hogy eljutott ide. És így visszakanyarodva egy picit a rendezvénysorozathoz, tényleg nagy öröm számomra, hogy most a hídünnep egybefonódik egy kicsit a sporttal, és tényleg külön öröm számomra az, hogy egy icipicit, mint a kajakkenu válogatott szövetségi kapitánya, és mint egykori esztergomi kajakkenu egyesületi alapítótag, mi is itt részt vehettünk személyesen a hídünnepnek a megnyitó eseményén, és hát remélem, hogy a holnapi sportnapokon is ebből a teremben is nagyon sokan részt vesznek, és még egyszer nagyon szépen köszönöm polgármester asszonynak a meghívást, és további nagyon szép ünnepet kívánok. Ez a délelőtt egy olyan vendéglátással fog befejeződni, amelyet itt a Fériek közössége szervezett önöknek, illetve felajánlásokból a baráti társaságok és vállalkozók adtak össze, azért, hogy önök itt jól érezzék magukat. Ebben a vendégszeretetben pontosan azok az emberi kapcsolatok vannak benne, amiről mindahányan beszéltünk, akik ide kijöhettünk, és elmondhattuk szóban is a gondolatainkat. Azt kívánom, érezzék jól magukat, és egy év múlva újra ugyanígy találkozunk. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!